Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon ezúttal a kereszténységről szeretnék beszélni, illetve arról a jelenségről, ami azt hiszem, hogy nagyszerűen látható, legalábbis azok számára, akik nyitott szemmel járnak a világban, miszerint a határvonal, az úgynevezett kereszténység, illetve a pogányvilág között évről-évre, de úgy tűnik, hogy hétről-hétre szépen lassan elmosódik, illetve eltűnik. Now, the Catholics believe that as long as you accept Jesus before you die, anyone can get into heaven. Really? Anyone? I accept Jesus as my Lord and Savior! Ez egy tudatos folyamat, azok, akik uralják és irányítják a világot az ellenség vezetésével, tudatosan cselekednek és alakítják úgy az életet, különösen a közéletet, hogy ez a határvonal szépen eltűnjön, ugyanis a kereszténység, a keresztény erkölcsrendszer az utolsó bástya, amit ki kell venni ahhoz, hogy az új világrend felállhasson. Ennek a folyamatnak Tóth Gabi, az ismert magyar énekesnő egyik ikonja. Mielőtt nekivágnánk a videónak, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobába, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Maga az elgondolás, hogy egy karakter, aki így jelenik meg a nyilvánosság előtt, képviselheti a teremtőt és a megváltót, demonstrálja azt, hogy a világ milyen degenerált szintre süllyedt. Mert mi szépek vagyunk, és van érzelmünk és érzelmi intelligenciával rendelkezünk. Valóban keresztény, hisz ez lett a kereszténység. Majdhogy nem ugyanazt csinálja, és ugyanúgy élnek, mint a világ, csak beszélnek arról, hogy milyennek kellene lenni, meg milyenek szeretnének lenni, meg a Biblia milyennek mondja, hogy milyennek kellene, hogy legyenek, ám közben a cselekedeteik elárulják, hogy mi az, ami a szívükben van. Ez az én központú, narcisztikus megközelítés, különösen ami jellemző a mai nőkre. Rosszul voltak a nők? <laughs> Rosszul voltak a nők? Ja. Ez lerombolja az egész társadalmat. Tóth Gabit eddig a kereszténysége miatt most, meg már azért üldözik, mert mer szabadon szeretni. Nem lehet valaki keresztény és mer szabadon szeretni, hisz a kereszténységben férfi-nő kapcsolat csak és kizárólag házasságon belül lehetséges a Biblia alapján, amiről állítják a keresztények, hogy ők azt követik. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Nem azért üldözik, mert ő keresztény, hanem azért, mert képmutató. Mint a többsége a kereszténységnek mellesleg. Mert azt állítja magáról, hogy ő követi a Bibliát, a megváltó szerinti életet, de a cselekedetei és a viselkedése megcáfolja ezt. Az ember nem az, aminek mondja magát, az ember az, ahogyan viselkedik. A viselkedése mindenkinek elárulja, hogy mi az, ami a szívében van, nem az, amit mond magáról. Minden esetre folytatja a 444. A Magyar Pék Szövetség úgy döntött, szóval milyen megalázó lehet az, hogy a Magyar Pék Szövetség sem hajlandó elviselni ezt a fajta képmutatást, hogy augusztus 20-án a házassági esküjét már megszegő énekesnő az ország kenyerét nem szegheti meg. How dare you? Nem tetszik az értékrendem, a kiállásom, és úgy gondolják, ha ezt sok emberhez eljuttatom a közösségi médián keresztül, az bizony kellemetlen lehet számukra, vélekedett Tóth Gabi. Szépen lassan lehetséges a lécet egyre alacsonyabbra és alacsonyabbra tenni. Hogyha megyünk vissza az időben, az, aki kereszténynek vallotta magát, az sokkal magasabb szinten állt, mint a társadalom. Mára azonban odajutottunk, hogy láthatjuk ezen a példán keresztül, hogy el lehet -e térni évtizedes, módszeres pusztítással, hogy a kereszténység ugyanazt jelenti, mint amit a pogányvilág képvisel. Nincsen semmi különbség a keresztény értékrend, viselkedés, gondolkodásmód, ideológia és világi között. De azt hiszem, mondja ez az index, hogy a mai napig kiállok azért, ha valaki nem boldog abban, amiben él, az merjen a szívére hallgatni, és lépjen, ha van gyerek, ha nincs, mert egy életünk van, jár az embernek a boldogság. <Színt> <Színt> Itt meg azt mondja, hogy az érték a hit, a család, a hagyományok tisztelete. Itt meg azt, hogy az embernek egy élete van és jár a boldogság neki. Engem a hiteltelenítés eszközével igyekeznek elnémítani. Őt nem kell a hiteltelenítés eszközével elnémítani. Ő hiteltelen! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.